Na, szevasztok! Na, a villany szereléssel félig meddig készülök itt a műhelybe. Hát ez nem végleges, csak ideiglenes, mert jövőre úgy is lebontom ezt a műhelyt, meg jó fúj a szél, geci. Fel is kell csukni az ajtót. Szóval csak össze-vissza van, ez is kábelezgetve, de most már legalább van folyosó világítás. Na, itt van itt egy égő, ez majd lesz, hogy cserél, hogy nem arra. Akkor ott egy neon, meg ott hátrébb, azt még befalazom idén, így húzatos a műhely. De aztán úgy is lebontom azt a falat, meg itt, ami szemben van, ezt a falat is. Na, meg még fel kell rakni a, miket mondtam, ezeket a izéket. Van egy ilyen, már lefestettem, így feketére, meg lepucoltam a konnektort, meg van egy ilyen, ugye mondtam, ez lesz, nem ez lesz, hogy lesz? Na, az megy oda, ez ide jön, ide a szerszámokhoz, igen, és akkor kapcsoljott a világítást, majd, meg a konnektort. Ez meg majd ide jön a köszörűhöz, akkor megint kuplerájban el se férek már megint, ez itt lesz. És megy egy kívülre, meg egy ilyen vízálló konnektor lesz, és akkor az meg a darálónak megy. És akkor most minden külön van kapcsolva, meg kötöttem a világításnak is van földelés, meg mindennek van földelés. Kazánnak is külön van biztosíték. Így van megcsinálva ez a világítás, lekapcsolom, ilyen sötét van. Bekapcsolóval is lehet ugye. Na, akkor ez a konnektoré, elvégig be is van dugva a fúró, és működik, akkor így van. Ez meg a kazáné, de a kazán az most, igen, az is fő volt van kapcsolva. Na, mindegy, az úgy is, mert le van kapcsolva, meg a gáz is elzártam, meg nem kell izé már fűtés. Na, ideiglenesen ilyen, még kicsit összekötegem a kábeleket, meg elvezetem majd normálisabban, most csak ott a fő van hajigálva. Meg elfejtettem kiállni ezeknek a falra való szaroknak kábellal, majd még holnap az be kell pótolni. Az is a konefali ajzatos izészaron lesz majd, megy végig. Azt így ennyi. Holnap mint lepakolok, meg leporolok. Meg leszedem ilyen hülyeséget, hogy fő van akaszgatva, mindenek csinálok helyet, meg kell csinálni azt a másik fali tartókat, hogy a föl lehessen akaszgatni mindent, mert így el lesz így minden pakolva, ahogy mondtam. Szállt is átkenem a másik felét a műhelynek, így nagyjából itt is így lekentem, nagyjából így festékkel, meg ott is. Meg söprűvel leporolom a mennyezetet, azt akkor hogy kinéz, hát jobb, mint volt. Meg azt még jövő héten majd fölrakom azt a sort, hogy ne jöjjön be a szél. Mert hogyha nyitva a műhely ajtó, meg ez, akkor húzatol így szar. Na, szóval ez van, ilyen lett. Nagyjából. De majd jövőre felújítom ezt is, most mással kell foglalkozni idén, nem ezzel, csak ilyen izé volt, legyen megcsinálva normálisan nekem. Tudjak itt áram tanítani, nem vagyok itt minek ide áram. Szuszatom azt a fűnyírófát is. A kábeleket is kell normális, hogy mindenféle szedetvedett kábelból csináltam. És akkor így megvan, ugye a gép még mindig ott fenn van, és akkor így azt meg felfalazom, azért kellett ennyi világítás, mert akkor sötét lesz már. A jövőre ezt kibontom, ezt a falat, és itt lesz egy nagy ablak. Itt ez az ajtó, ez megszűnik, mert ott van az az ajtó. És akkor ez így, az lesz az, ott lesz ajtó, vagy középen lesz az ajtó. Még azt nem döntöttem el. De lehet, hogy középen lesz, mert akkor nem tudom miért. De biztos valami középen jobb lesz szerintem. Középen lesz az ajtó, akkor két szélére lehet pakolni, vagy fasz tudja, vagy ott lesz ugyanúgy az ajtó, de nem tudom, majd kitalálom azt még, hogy lesz az ajtó, mert ezt a falat ezt meghagyom, mert ez normális fal, úgy nagyjából. Ez rendes anyaggal van összerakva, ez még valami sárral van összerakva félig, meddig hát azt a falat azt le lehet pakolni. Az is magasabb volt, körülbelül egy kicsit így magasabb volt így, meg volt bent ilyen berakva, vagy ablak így beállítva, ilyen keretestül. Aztán így simán így leemelgeted az églákat, szóval szartsér körülbelül. És akkor jól összefogom, majd dróttal összehozom, össze kell kötni, ugye falakat, meg minden szart, és akkor szépen meg lesz építve. A hátsó falat az azért meg akar hozzányúlni. Az elég jó állapotú, meg itt jön be a gázcső, aztán véletlenül ráborul valami, akkor eltörik a gázcső. Meg a kéményt is lebontom, és akkor a tetőt is kap egy új tetőt, nem ilyen palatetű szar lesz, hanem faszom tudja, lehet izé lesz. Valami OBS lap is bele zsindejezze, vagy kapja az tetőszigetelő kárpitot, azt a mi a bánat az. Na mindegy, az az etőszigető szurkos szart.
rá lesz szögelve, vagy ráolvasztva akármi, nem tudom, majd megoldom, meg akkor meg a gerendákat is ki kell csémzik, egy fosok, ez az egy valamit ilyen értelmes, meg a másikat, ezeket meg kirágta a mindenféle bogár. Most is ott. Ez ilyen nagy, ekkora bogár, nem tudom, milyen fekete színe, a szárnya az ilyen nagyon szép, ilyen hollókék, így tök jó csillog, ilyen indigó színe van. És ilyen genyó nagy lukakat fúr a izébe, ebbe a szarba. Azt megmutatom. Itt vannak. Ilyen fekete tojás rak be ekkorát. És abból kell ki. Most itt kijött egy ilyen anyuka, hogy nem tudom, és elkezdte rágni. Ezek friss rágások itt. Ez idáig nem volt, majd itt van a sok forgács alatta. Szóval ezeket most rágta, de lecsaptam. Kutya meg el akart enni, ez becsikta az órát, vagy nem tudom, hogy ilyen vastag láva volt, ez nagyon nagy bogár, nem tudom, milyen faszom bogár lehet az, de kegyetlen. Na, szóval azok a tervek, ez a jövő évi terv, idén más van a házfelújításon, ugye a szigetelés, ahogy mondtam, meg a fűtésnek keringető szivattyú, aztán meg a villanyáthúzás ott is, aztán én csinálom, az villanyszerelő csinálja a kolléga, aztán ennyi. Na jó, van más, nem tudok szerintem mondani. Este lehet, hogy leülök gépezni, és akkor játszunk valamit live-ba, akkor tényleg, mert ígértem már, hogy lesz videókártya, azt nem tudom, mondtam, mert még nem jött vissza. Nem is írtam nekik, elfelejtettem az iPonnak, majd írok újra, hogy mi a helyzet. Vagy, na, írok majd nekik hétfő, hogy mi a helyzet. Na jó, van. Akkor lehet, hogy ma még találkozunk, ha nem, akkor sziasztok.